Jó estét kívánok! A szeretet ünnepe, a karácsony egy olyan ünnep, amikor legyen az ember akárhány éves, egy kicsit hinni szeretne a csodában. Talán ezért is őrizzük mélyen magunkban gyermekkorunk karácsonyait, amikor az ünnep varázsa, csodája még a zsigereinkben élt. Ez az a nap, amikor összejön a család apraja, nagyja, unokák, nagyszülők, kis család, nagy család együtt ünnepel. Kevés olyan esemény van az évben, amikor annyi generáció tartózkodik egy fedél alatt, mint éppen karácsonykor. Így hát én is egy család női tagjait hívtam el a nőszemközbe, hogy meséljenek arról, hogyan élik meg 30, 50 vagy éppen 70 évesen a szeretet ünnepét. Itt van hát velem Tóth Izabella, szervusz, édesanyja Tóth Erzsébet és a nagymama Makai Erzsébet. Köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket. Köszöntjük szépen. Hát, a karácsony nekem mindig nosztalgiával van tele, nagyon szeretek emlékezni arra, hogy milyen emlékek fűződnek hozzá, milyen kedves kis emlék van, amire ilyenkor úgy visszatekinthetek, és gondoltam, hogy akkor mi is kezdjük egy kis nosztalgiával, és szeretném, hogyha picit így visszatekintenénk az életetekben, hogy mi az a nagyon erős élmény, Bella, most rád nézek, rögtön hozzád fogok fordulni, ami így egyből eszedbe jut a karácsonyról, ami úgy nagyon emlékezetes volt az életedben. Az első, ami eszedbe jut, az a melegség. Melegség. Ami így eláraszt, és nem azért, mert ropog a tűz a csempekályhában, vagy épp be van fűtve a lakás, hanem mert van egy olyan hangulata az egész ünnepnek, ami melegséggel tölt el. És a második, ami rögtön a melegség mellett eszembe jut, az a részcsengőnk. Van egy részcsengőnk, és gyerekkorunkban mindig ezt csengette anyu, mikor mi hazaértünk, uh-huh. és beléptünk az ajtón, hallottuk a csengő hangot, és tudtuk, hogy akkor nálunk is járt az angyal. Az nagyon szép. Hallottam még ezt a hagyományt, hogy a részcsengő, mikor megszólal, akkor azt jelenti, hogy akkor itt van az angyal. Ez nagyon-nagyon szép. És olyan érdekes, mert máskor is ott van az a részcsengő, nap mint nap látjuk, aha. de sosem kongattuk meg gyerekkorunkban nyáron, mert ez az angyal hangja volt. De jó. Erzsébet, gyerekkorában, vagy hova nyúlna vissza emlékként? Hát az igazság, hogy az én karácsonyaimat én három szakaszra tudnám osztani. Az első szakasz az, amikor kisgyerekként, 10 éves koromig az apai nagyszüleimmel laktunk egy udvaron. Nem csak a mindennapokat töltöttük együtt, hanem a karácsonyt is. Sőt, még az akkor otthon élő, részben otthon élő nagybátyáim is részt vettek ezeken a karácsonyi estéken. Izgalommal vártuk mindig közösen, együtt, nagymamáikkal az angyalt. Együtt bontottuk az ajándékokat, együtt örvendeztünk, sőt, még éjszakába belenyúló játszadozások is együtt voltak az új játékokkal. Arra mindig emlékszem, hogy mindig olyan érdekes és hasznos játékokat kaptunk, társas játékokat elsősorban, amivel tényleg ez a nagy csapat éjszakáig tudott játszadozni. És ők leereszkedtek a mi szintünkre, és együtt játszottunk. Ami még nagyon szép élmény kötődik ehhez a szakaszhoz, hogy a kisöcsém, aki 5 évvel kisebb, mint én, ő már mikor akkor 3 éves körüli volt, uh-huh. már elindult kantálni. Hagyomány volt kisgyerekeknek, ifjaknak és felnőtteknek uh-huh. is a faluban a kantálás. Én voltam az, aki elkísérte őt uh-huh. mindig kantálni. Nagyszülőknél kezdtük, az ők ajtajuknál kezdtük, ott volt a főpróba. Ha ott sikerült, aztán tovább merészkedtünk szomszédokhoz, keresztszülőkhöz, és ez alatt persze otthon járt az angyal. Ezek az emlékek szerintem a legmélyebben élnek mai napig uh-huh. bennem. A következő szakasz az életemben az volt, amikor már nagyobb gyerekként elköltöztünk a nagyszülői háztól a jelenlegi szülői házunkba. Ott az a szakasz tartott addig, amíg külön családot alapítottam. Ennek a szakasznak is megvoltak a szépségei, a varázsai, az élő nagyszüleink, akkor ők jöttek hozzánk karácsony estéket ott ünnepelni. Gyönyörű szép kantálások voltak, az egyház részéről felnőttek jártak, utcánként külön csoportok. Olyan felemelő volt hallani azt, amikor az ajtóban megszólalt az a férfi kórus, utána az a gyönyörű beköszöntő vers, uh-huh.
És aztán, mivel a családunkban István is van, kettő is, akkor ez folytatódott az istvánozó ünneplésével, mert ez is a karácsonyhoz tartozott, és ezt is ugyanígy énekszóval köszöntötték. A következő szakasz viszont az már az volt az életemben, amikor már családot alapítottam. Ennek van két alága ennek a szakasznak, amikor 3 évig csak fiatal házasként éltük a karácsonyainkat, viszont a 4. karácsonyunk az már Bella érkezésével volt. Utána őt követte a húga, és ebben a felállásban, hála Istennek, még mai napig ünnepeljük a karácsonyainkat. Az élő nagyszülők meglátogatnak minden szenteste, először elmennek az öcsémékhez, utána jönnek hozzánk, de addig a csomagbontás, ajándékbontás nem történik meg, amíg nincsenek ők is ott. Uh-huh. Tehát nagy családban történik meg, igen, az ajándékok. Igen, ezért a lányok mindig türelmetlenek, hogy már mikor jönnek, hogy lássuk, hogy mit hozott az angyal. Ez a türelmetlenség megmarad, Bella? Tehát most is türelmetlen vagy? Igen, mert megtartottuk azt a szokást, hogy lehet, hogy írunk levelet, vagy segítünk az angyalnak abban, hogy mit szeretnénk kapni, de sosem tudjuk konkrétan, hogy mit hoz az angyal. És persze játszadozunk karácsony előtt nagyon sokat, tehát próbáljuk kiszedni, hogy vajon mit fog hozni az angyal, tud-e valaki valamit, de soha nem tudunk semmi konkrétat, és akkor mindig ilyen nagy izgalommal várjuk, hogy megjöjjenek gyorsan mamáék, de ők még az unokáknál vannak, tehát várjuk, hogy megérkezzenek, és akkor bontassuk az ajándékot, de most már az is élmény, amikor mi ajándékozunk meg őket, és mi látjuk az arcukon az örömöt. Pontosan, pontosan. Hát ugye, adni és kapni, szintén nagyon jó. És Eliza néni, karácsonyok emlékei? Van nekünk is. Gondolom, hogy sok van. Elég hosszú évek során lettek élmények nekünk is, ugye 78 évesek vagyunk, férjemmel is, hála. És volt lehetőségünk ilyen is, olyan is, rossz is, szép is, mindenféle volt. Ahogy elmondták a zonokas, a leányom még, igyekeztünk mindig boldogságot hozni a családba. Kicsik voltak akkor, kicsebb bajuk voltak utána, de most is próbálunk minden egyes évben, december, a karácsony szombatján este, ha csak nem vagyunk betegek, de hála Istennek még nem voltunk úgy adott, hogy ne tudjuk elmenni. A fiamék Vásárhelyt laknak, őket látogatjuk le, utána menjünk, hozzuk falura, Gálfalvára, Erzsikéjékhez, és valahol ott éjféle kerülünk haza. Egy alkalommal azt elférjem, hogy te, senkit a világon az utcán nem lehetett látni, egy nyuszi keresztül futott az utcán, senki, csak még két szerencsétlen öreg, azt mondja, hogy futom vagyunk. És az nem volt, mert hogy a családdal vannak. De ameddig egészség van, és a Jóisten ad, addig ezt csináljuk, mert ez egy legmegnyugtatóbb dolog, amikor látjuk, hogy a gyerekek, az unokák jól vannak, és mi is együtt velük örvendünk. Na. Megsúgták nekem, hogy volt egy olyan karácsonya, amit a kórházban töltött, ja, mert igen. Akkor amikor született a fia. A fiamat szültem, ő december 23-án született, hát ugye a szülés után ugye a nők ugye elalélnak, lepihennek. Éjszaka arra ébredtem fel, de hideg volt, nagy hó volt, hideg volt, itt Vásárhelyt szültem, arra ébredtem fel, hogy olyan gyönyörűen énekelték a csendesét. Azt hittem, hogy álmomban volt. El is sírom magamat, mert olyan megható volt. És felkeltem, az ágyam így keresztül az ablak alatt volt. Hát ahogy tudtam, akkor frissen szült asszony. Ugye oda kihajultam, és akkor láttam egy csoport, fiatal, tehát a szülészet előtt az ablak alatt a járdán énekeltek. Hát ez olyan, azt el nem fel tudom felejteni soha. Az olyan gyönyörű volt, hogy az nem lehet azt kimondani, hogy milyen érzés volt az. Aztán, amikor hazamentünk nálunk is, ugyebár Erzsike már akkora volt, hogy a karácsonyfát anyósomik már akkor ott laktunk náluk, elkészítették, vittük a kicsi fiút ajándékba karácsonyra, hát ott ismét volt egy másik öröm. Minden igen. Egyes évnek megvolt a maga öröme, a maga jósága. Na. Mennyire volt más régen a karácsony? Hogy emlékszik Kriszta, hogy mennyire hát másként azt nem lehet elmondani, mekkora különbség van. Gyerekkorában például? Hát aztán arról még aztán. Én sok gyerekes családból származom, 8 voltunk testvérek. Hát mi a karácsony, nem tudtuk, hogy mi az, hogy karácsonyfa, vagy nem tudtuk azt, hogy ajándék.
Soha el nem felejt, már nagyocskák voltunk, állatot tartottunk, édesapám korán mindig felkelt, kiment az állatokhoz kurálni, az ajtót nyitva hagyta, a ház ajtóját. És arra ébredtünk meg legtöbbször, hogy egy szomszéd öreg bácsi, akinek gyümölcsöse volt, egy olyan, mit tudom én, egy olyan tálacskának nevezett valamibe, megpatintotta az ajtót, és beöntötte a szobába, ahol aludtunk, a diót az almával. Ez volt az első karácsony, ez volt nekünk a karácsony. Uh-huh. Vagy nem volt szaloncukor, hát házilag főztük a szalumát, már iskolás voltam én is, főztük a szaloncukrot, úgy csináltuk a papírnak a végét, úgy kifodroztuk, csomagoltuk be, ez volt a szaloncukor. Vagy amikor én már konfirmált, tehát olyan 13-14 éves lettem, amikor az első karácsonyfát megcsináltam én, mert hát láttam, hogy mindenkinek van. A családnak? Igen, a szomszédok, a barátoknak. Én is kívántam, hogy nekünk is legyen. Valahol a fiú testvéreim meg kerítettek egy zöld fát, egy fenyőfát, aztán dicsítsük fel. De mi volt egyéb? Keks, dió, alma, papírból vágtunk ilyen díszeket azzal, és ez volt a karácsonyfánk. Hát egy 8 gyermekes családban nem nagyon lehetett, ki tudja mit előállítani. De ennek a picinek is mennyire örültek, nagyon. Nem? Nagyon. Hát az a gondunk volt, hogy a cipőköt az mindig mindenki sorba kitapicolta, sorba raktuk oda, aztán abot az első, hogy mindenki nézte meg, hogy mi volt benne. Sokszor nem volt semmi se, sokszor nem volt, vagy 2 szem szaloncukor, ha volt benne, mert többre nem jutott, de boldogak voltunk, sokan voltunk, egészségesek voltunk, nekünk az is megfelelt. Igen, ez azért... De nem lehet összehasonlítani a mostani karácsonyra való készülést, vagy hogy volt akkor. És ugyanúgy, ahogy öregedtünk, ahogy a család is nőtt, minden évben vagy minden korszaknak megvan a maga változatossága. Hát már csak a rákészülés, nem lehet összehasonlítani, hogy akkor hogy volt. Hát régebb ugye egy falus is, ma is úgy van, falun állatot tartnak az emberek. Tehát kezdődik a takarítással, a december elejétől már takarítunk. Utána állatok vágása, úgy karácsony előtt való héten főzünk, mosunk, készítgetünk, de hát a legfontosabb volt mindig a kenyérsütés, kalássütés, a káposztafőzés. És a húsleves. Együtt ennyi ilyen nagy családban, igen. Az azért, hát amikor már volt varázsa. Emlékszem vissza rá, ez már nagyobbak voltunk. Puliszkát. Hát régebb úgy falun puliszkát főztek, de nem karácsonykor, hanem más alkalomkor. Akkorákat főzött szegény édesanyám, a jó Isten nyugtassa, hogy ültünk az asztalnál körbe, a páráján nem láttuk át keresztül a másikot. Akkor a puliszkákat kellett főzni. De hát sokan voltunk, sok éhes szájat kellett betömni. Igen. És hála jó Istennek, kikerült mindig. Na. És mindebből Erzsébet mit hozott magával? Tehát, hogy amit az édesanyjától látott, abból tudtak valamit így átvenni, áthozni? Igen, igen. Én most már próbálok mindent átvenni ilyen téren is. Tehát most már a szentestére, arra én készítem mindig. Most már akkor Erzsébet főz. Igen, a szentestén igen, viszont karácsony első napján, akkor még nálunk édesanyáméknál van az ebéd, a nagy családnak, ott vannak az öcsémék, mi a 4 fős családunkkal, igen. Templomba elmegyünk, és utána náluk van az ünnepi ebéd. Aztán ezt folytatjuk, ebéd után megint elmegyünk hozzánk mindenki, ott fotózkodunk, családi fotók, külön mindenki a családjával, nagy családról, mindenkiről. És ez minden évben megvan. Ez igen, minden évben, hála Istennek, még eddig sikerült. Igen. Na, de ha már említette Eliza néni a készülődést, hát én úgy hallottam, hogy nagyon szeret Erzsébet készülni, és hogy mert van ennek egy hagyománya most már évek óta, hogy ez hogy is zajlik. Mesélne erről? Igen, hát a karácsonnyal is, mint minden mással, ahány ház annyi szokás, a készülődés terén is. Van, aki még 24-én délután rohangál a bevásárlóközpontokba ajándékot beszerezni. Én ezt nem szeretem. Én ott október végén, november elején már elkezdem tervezni ajándékok beszerzését. Tudatosan, kinek személyesen veszem meg, kinek online megrendelve. A másik hagyomány egy pár éve, ami nagyon tetszik nekem, minden évben eldöntöm, hogy na ez az idei karácsonyunk milyen színbe fog pompázni. És milyen az idei? Az idei lila lesz. Lila. Ez abban nyilvánul meg, hogy elsősorban a fa olyan színű gömbökkel van feldíszítve,
Azon kívül a lakás dekorációjában is vannak bizonyos elemek, amik lilák lesznek. Na persze az öltözetünk is, az egész család. Karácsony napján, estéjén? Karácsony napján, igen, igen, abba öltözünk, és első napján is abba az akkori karácsonynak megfelelő színbe vagyunk. Abba a színbe megyünk el a templomba, és abba készülnek a családi fotók is. És ehhez mindenki társul, Bella? Hogy látod, hogy így mindenki azt mondta, hogy oké, ez így rendben van, akkor mi is csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez? Hát ez most már szerintem több mint egy 10 éves családi hagyomány, és nyilván voltak kamaszkorunkban ilyen lázadó megnyilvánulásaink, de aztán beláttuk, hogy ez egy nagyon vagány dolog, és hogy most, hogy már több mint 10 karácsonyi fotót össze tudunk válogatni, egymás mellé tudunk tenni, amelyik különböző színben pompázik. Én most már gondolkodás nélkül, tehát már októberben kérdeztem anyukától, hogy akkor milyen lesz idén a karácsony, hogy időben tudja készülni, hogy biztos legyen olyan színű ruhám, hogy minden rendben legyen, úgyhogy most már nem jelent ez gondot. És nagymama szintén társul ehhez? Nem, ez csak a szűk családunkra vonatkozik. Az az érdekes, ebbe apukát is be tudjuk mindig ráncigálni, mert ha mi azt mondtuk, hogy a piros mellényt kell felvenni, akkor ő felvette a piros mellényt. Imelámmal? Nem. Szó nélkül. Tehát ő a család öröméért bármire képes, és ezt is vállalta. Ugye sokszor mondjuk azt, hogy ne csak a külsőségeket nézzük, hogy nem csak a dekoráció a fontos, de mégis ezek a pici dolgok azért mégis megadják azt, hogy aztán az ember tényleg valóban felkészüljön a karácsonyra. Tehát ha még ez sem lenne, úgy értem, akkor lehet, hogy az ember nem fordít annyi figyelmet arra, hogy akkor karácsony estig tényleg szívvel, lélekkel felkészüljön az ünnepre. Bella, te ezt hogy látod? Nekem nagyon fontos a készülődés, és nagyon fontosak ezek az apró részletek. Volt időszak, amikor nem értettem, hogy anyu miért ragaszkodik annyira ahhoz, hogy a takarítást az be kell fejezni 24-ére. Nem baj, hogyha átesett a feje tetején, de akkor is meg kellett legyen. De most már rájöttem, hogy nekem is kell az, hogy rendben legyen a lakás, hogy minden tényleg tiszta legyen, mert akkor azt érzem, hogy a lelki békém is sokkal könnyebben megérkezik, és már december elejétől készülünk, tehát apró kis fényeket teszünk a lakásba, fénysorokkal díszítjük a lakást, adventi koszorú, kidíszítjük a teraszt, mézes kalácsot sütünk, együtt díszítgetjük. Egyébként nem is szeretem a mézes kalácsot, tehát maximum egyet, ha megeszek karácsonykor, de maga az illat, a készülődés, a sütögetés, a díszítés, a rajzolgatás olyan hangulata van, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a belső béke megteremtődjön. És a hit, a vallás hogyan kapcsolódik ehhez? Hát ugye nálunk a faluba 90%-a református. És akkor valahogy én úgy érzem, hogy jobban összetartnak, ha egy nagy mennyiség, nagyobb tömeg ugyanazt a vallást őzi, akkor sokkal jobban összetartunk. És ugyanúgy az egyházvonalán is megoldódik mindig az a bizonyos egyházi karácsonyi ünnep, az iskolás gyerekektől kezdve, az úrvacsora osztásig, ahogy Erzséke is említette, és valahogy összetartóbbak, mert nem ahányféle vallás van, annyiféle elképzelés is van a karácsony, maga karácsonyról is. Nálunk a reformátusoknál ez egy hagyomány, és ezt űzzük, hogy szoktuk mondani, nem hagyjuk ki, elveszni, kihallulni ezt a lángot belőlünk. Adventben is így készülnek az ünnepre? Persze. Igen, igen, advent első vasárnapján, akkor is a reformátusoknál úrvacsoraosztással kezdődik az advent, akkor gyújtjuk meg az adventi koszorún az első gyertyát, és aztán tényleg ez a várakozás ideje, ez a felkészülés ideje, ez a 4 hét, ez erről szól, az elcsendesedés ideje, amint mondta tényleg Bella, hogy igyekszünk abban, hogy úgy külsőleg, mint belsőleg megtisztulni, lelkileg is, lakásban is. Tehát én mindig ahhoz hasonlítottam, hogy pont úgy, mint egy műtős orvos, ahogy az utcai ruháját leveti, mikor bemegy a műtőbe, és letisztul ott, és úgy fog neki annak a műtétnek, így kell legyünk mi is, lelkileg is, letisztulva, és így várjuk az Úr jövetelét. Ez nagyon szép gondolat volt.
Azt még megsúgta nekem Bella, még ha a készülődésnél maradunk, hogy nagyon-nagyon sokáig mézes kalács házikót, meg templomot is készített Erzsébet. Igen, a tavaly előtt készítettem el, a legnagyobb alkotásom az ez volt, a szülőfalom templomát készítettem el mézes kalácsból. Nagyon sokat dolgoztam vele, de azt az örömet, amikor kész lett, és meggyújthattam előtte a gyertyákat, azt nem tudom elmondani, amit éreztem. Előtte is készítettem kisebbeket, de azok csak ilyen stilizált templom, meg házikó, meg ilyesmi voltak, de ez egy az egybe a madarasi templom arányaiba is lemértem, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. És még villany is volt bent a templomba, kis égősor be volt téve, és az ablakokon átszűrődött a fény. Honnan jött ez az ötlet, vagy miért érezte úgy Erzsébet, hogy ezt meg kell csinálni? Én mindig nagyon szerettem az ilyen aprólékos, kreatív munkákat, úgymond, és a szimpla mézes kalács sütéssel kezdtem, és láttam, hogy ott tényleg jó sikereim voltak, és szépek lettek évről évre, és akkor kaptam bátorságot, és úgy éreztem, hogy ezt én elégtétel lesz nekem, hogyha ezt elkészíthetem. Magának készítette, a családnak, vagy a közösségnek? A családnak. Családnak készítettem, az asztalt díszítette Szentestén. Nagyon kíváncsi vagyok rá, ha van egy fotó, akkor majd mutassák meg, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. És nem csak templomot készített anyu, hanem éveken át adventi koszorút is. Én Kolozsváron voltam egyetemista, egy időben együtt voltunk egyetemisták a húgommal, és volt olyan adventi vasárnap, első vasárnap, amikor kaptunk otthonról egy gondosan becsomagolt csomagot, kibontottuk, és egy mézes kalács adventi koszorú volt. Jó. Úgyhogy anyuka a távolból is figyelt arra, hogy nekünk meglegyen a karácsonyi hangulat, bárhol legyünk. A húgoddal ti miben vesztitek ki résztetek ebben a készülődésben? Ez nagyban függ attól, hogy mikor érkezünk haza, mert valamikor csak az utolsó pillanatban tudunk hazaérni, de igyekszünk minél előbb otthon lenni. Nekem a kedvenc részem, amikor együtt sütögethetünk. Nagyon pici konyhánk van, de amikor ott vagyunk hárman, annak egy ilyen nagyon jó hangulata van. Nagyon meleg van, egyikünk krémet kever, a másikunk piskótát süt, le vannak osztva a feladatok, és közösen sütögetünk, nekem ez a kedvenc részem. És akár karácsonyi dalokkal fűszerezzük ezt az egész hangulatot. Csak is. Egész adventben megy a karácsonyi dalocska hallgatás? Szoktunk, igen. Takarítás közben is. Például most hétvégén is Bellával szépen dalolgattunk. Na és akkor hogy zajlik maga a karácsony napja? Mert ugye az aztán az igazi ünnep, karácsony szenteste. Hol indul, kinél köttök ki, kik vesznek részt rajta? Mi mindig otthon vagyunk Szenteste. Gyerekkorunkban persze elmentünk szánkózni, vagy meglátogattunk rokonokat, akiknél már járt az angyal, és mindig nagyon izgatottan vártuk, hogy induljunk már haza, mert biztos otthon is járt már az angyal, és szeretnénk már látni, hogy otthon mi a helyzet. Most meg már megfordult. Mi segítünk a húgommal az angyalnak karácsonyfát díszíteni, és az első pillanat az ugye, hogy beállítjuk a talpba a fenyőfát, ide kell mindenki, tehát... Hát ez mindig nagy veszőtség, igen. Igen, tehát mindenki másképp látja, én úgy látom, hogy jól van, anyu szerint dől, legalább 40 perc, amíg beállítjuk a fát, és akkor utána kiküldjük anyuékat a szobából, csak a húgommal maradunk, mi díszítjük fel a fát, alárakjuk az ajándékokat, és most már nem az van, hogy ők csengetnek nekünk, hanem mi szólunk nekik, hogy megjött az angyal, és olyan jó érzés, amikor bejönnek, és ragyog a szemük, úgy, mint nekünk gyerekkorunkba. Bella most szerényen fogalmazott, hogy mi szólunk, visítva, mint óvodáskorukba, hogy jött az angyal! Hát akkor ilyen gyerekszívvel megéled még mindig. Mindig, igen. Tényleg, Erzsébet szintén ilyen gyerekszívvel éli meg még a karácsony? Igen, én őt legőszintébben mondom, hogy én a mai napig, és mindig így voltam ezzel, szívesebben szeretek adni, mint kapni. Biztos még vannak ilyen emberek hasonló érzésekkel, mint én. Nagyon-nagyon tudok örülni annak, amikor látom, hogy a szeretteim örülnek a kapott ajándéknak. Örömet tudtam nekik szerezni vele, és ennél nagyobb elégtétel nekem nem is kell. Olyankor minden fáradtság, minden hátra marad. Igen.
Igen, és azt hiszem a nagyszülőnek pedig leginkább az, hogyha terülj-terülj asztalkámot, tudja elfogadni a családot. Az a lényeg, az egész karácsonyi tevékenységben, arra már rá kell készülni, előtte való nap is, és aznap is. Hát a fiatalok, én például az utóbbi időben, és annak előtt is, amelyik dolgozni jártam, most nyugdíjas vagyok, van időm, mint bőven, de ameddig dolgozni jártam, bizony ki kellett éjszakázni, és ki kellett futni, de úgyis az volt a lényeg, hogy a karácsony első napi menüt, az a bizonyos 8-10 személynek, akinek kell, az elő kellett állítani, de nem számított a fáradtság, nem számított az, hogy csak kikerült minden, ami kellett, de örventem, amikor jöttek, és a 10 ember, nem csak karácsonyban, több éven keresztül, 30-valahány éven keresztül, mondják meg a lányom, minden vasárnap nálunk volt az ebéd. Sokszor mondták a szomszédok, hogy is bírod? Hát mert mondd meg, hogy nem tudom megmondani. Hát én csinálom szívesen, ameddig a Jóisten egészséget ad, csinálom, mert ez nekem elég tételt, ha látom, hogy a gyerekek jönnek, boldogak, mi is velük úgy voltunk. Mi is. Édesapám mindig azt mondta, hogy neki az az ünnep, amikor a gyerekei körülötte vannak. Így van, hát ezt nem lehet kimondani. Hát mit érne két vén szotyorjót üldögélnénk, s ők szana szét jobbra? Hát nem az a szép, ha együtt vagyunk most is. Az utolsó percig, most is már tervezgessük a mostani karácsony estéjét is, de sokszor mondtuk, hogy hát még nem biztos, hogy sokáig bírjuk, de ameddig a Jóisten egészséget ad, csak ezt csináljuk. Igen, hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, de tulajdonképpen a család ünnepe. Mert hogy akkor, ahogy én is a felvezetőben mondtam, összeül a család, mindenki ott van. Tud ez ilyen nagyon fenkölt lenni, hogy vitatkozások, veszekedés nélkül tényleg örömmel megélni a karácsonyt? Tehát vita nincs ilyen hely. Mindenki nagyon boldog, örülünk egymásnak. Úgy hangos, vidám család. Ezt akartam kérdezni, hogy hangos család? Nagyon hangos ez a karácsony? Igen. Jó hangosak vagyunk máskor is a mindennapi életben. De lehet jobb lenne szomszédokat megkérdezni erről, biztos hallják. De hát ez az alaptermészetünk, de nincs vita egyáltalán. Nincs, boldogak vagyunk, örvendünk, és jól vagyunk, hála jó Istennek. Mamának a kedvenc tevékenysége, amikor leül, és azt nézi, ahogy mi elfogyasztjuk az ebédet. Hát, tehát neki ennél nagyobb boldogság nincs, amikor látja, hogy mi jó ízűen eszünk. Egy olyan asztalt egy pár év a bútor, konyha bútor, hogy jó nagyot, hogy férjünk, mert már nőtt a család. De hát csak akárhogy mekkorát csináltunk, nem tudunk a 10 személy egyszerre, csak 8 tud leülni. Mi ketten tatával ülünk, és várjuk, hogy na egyszer lakjon jól a család, aztán akkor majd mi is jövünk utána. Tehát ennél nagyobb boldogság nem kell, nem létezik ennél nagyobb boldogság. Igen, és milyen érdekes azt, hogy ugye mesélte Elisza néni, hogy gyermekkorában hogyan élte meg a karácsonyt, és ahhoz képest most mi van. Hogy ott van, gondolom, a csodálatos karácsonyfa, tele ajándékok, a nagy család az tulajdonképpen megvan most is. Meg, hála jó Istennek. Hogyan nézi a mostani karácsonyt? Milyen szemmel? Mit ölti el? Milyen érzések? Hát, ha visszatekintek egyszer az, hogy örvendek, hogy nem úgy van, mint régebb, ahogy volt. Tehát sok változás jött az életünkbe, nehézség is volt, de örvendek, ha ott vannak velünk, és egészségesek a gyerekek. Aztán ilyen olyan öreges díszítést mi is eszközlünk a családban, de olyan fényes nem, mint a mai fiatalok, mert már jól van, úgy, ahogy van, de azért négyeszünk nem elmarad mi se, de én örvendek, amikor jönnek, egyik boldogabb a másiknál, hát annál nagyobb öröm, ez egy nagyszülőnek nem kell, mikor az unokáit lássa, hogy boldogak. Most is úgy várom, hogy azt nem tudom elmondani, hogy mennyire várom őket. Nem tudom elmondani. Igen, annál nagyobb boldogság, ezt minden nagymama elmondhatja, hogy nincs, mikor az unokáit és a gyerekeit egy asztalnál láthatja. Hát lehet, hogy nehezen tudjátok megfogalmazni, de azért megkérdezem, hogyha így egy-két szóban, mondatban, gondolatban kellene megfogalmazni, hogy számotokra mi a karácsony. Mert ha egy kicsit így elszakadunk a nagyon rózsaszín lila köttől, hát nagyon sok a készülődés, a vesződtség, a takarítás, a főzés, tehát hogy mennyire feladat, és mennyire vagy kihívás, vagy ez egy mélyről jövő élmény például, ami ezt körbejárja. Erzsébet. Valóban, ez egy mélyről jövő élmény, tehát ezt az érzést, amit karácsonykor, én személy szerint magamról beszélek, amit akkor érzek, ezt más ünnepeken sem tudom érezni. Tehát
teológiailag állítólag ez van, hogy a karácsony az a második nagy ünnep, egyházi ünnep a húsvét után. Igen. De mégis én az én lelkemben így érzem, hogy nekem ez a legnagyobb ünnep. És miért? Hogy miért? Nem tudom. Tehát végül is ugyanígy együtt vagyunk húsvétkor is, ez a nagy család, akikről itt most elmeséltünk bizonyos dolgokat. De mégis ez a karácsony, ez ennek a meghittsége, ennek a varázsa, ez ennél több nekem. Tehát itt ebben az ünnepben érzem azt, hogy lehet, hogy pont azért, hogy ez szól legjobban a szeretetről, a családról, nekem ez a legnagyobb ünnep az én lelkem. És ez minden veszültséget, meg fáradtságot biztos, elfeledtet. Ez, igen, tehát legtöbbször ugye úgy esik a karácsony szombatja, tehát a december 24-e, hogy még munkanap is. Tehát rendesen munkaidőt ledolgozunk, lehet, hogy egy rövidebb változatot, de úgyis szentestére minden meg kell legyen, ha holtfáradtan is ott vagyunk, mosolygunk, boldogok vagyunk. Bella, te mit viszel magaddal a karácsonyokból? Tehát, hogy mik azok a pontok, amiket szeretnél megmenteni magadnak, és hogy az tartson ki hosszú évekre? Hát azt hiszem, hogy nem csak a karácsonyokból, hanem az egész életünkből ezt a családcentrikusságot, ezt nagyon szeretném tovább vinni, tovább örökíteni. És a karácsonyok, tehát nekem nem volt még olyan karácsonyom, ahol csak a szűk négytagú családunk lett volna. Tehát mindig ott voltak a nagyszüleink. És úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb ajándék, az egyik legnagyobb ajándék, amit kaphatunk, hogy együtt lehetünk. Tehát én sem így tervezem, hogy magányosan és elszakadva egymástól. Remélem, hogy sikerül tovább vinni ezt a nagy karácsonyi hagyományt, és hát ezt az anyu hagyományát is muszáj folytatni, hogy legyen minden karácsonynak egy külön színe, mert ez most már egy nagyon vagány dolog lett a családunkban. Lassan előről kell kezdjük a színeket. Vagy valami nagyon különleges színt kell találni, ami egy kicsit nagyobb kihívás lesz. Említetted te is az ajándékozást, és erre is kíváncsi vagyok, hogy hogyan szoktatok ajándékozni, és van-e valami különleges dolog, amivel szoktatok készülni, Bella? Tudom, hogy te valamivel igen. Én most már jó sok éve a barátaimnak és a családtagoknak is saját készítésű karácsonyi üdvözletet küldök postán. Postán? Tehát ezt muszáj. Nagyon jó. És nagyon nagy izgalom az első pillanattól, tehát attól kezdve, hogy kitalálom, hogy akkor milyen színű legyen, milyen díszeket tegyek rá, milyen üzenetet írjak bele, nem szeretek sablonos üzeneteket írni, tehát mindig valami pluszt próbálok belecsempészni. Utána elmegyek a postára, csúnyán néz a postás néni, hogy 40 bélyeget kérek. 40 üdvözlőlapot írsz? És mindenkinek személyre szabottan? Igen. Úgyhogy? Igen. És mikor teszed fel egyébként, hogy mindenkihez eljusson? Tehát akkor erre korán kell készülni. Igen, időben kell készülni, mert a postát sem lehet mindig kiszámítani. Van, amikor egy nap alatt megérkezik, van, amikor még meg sem érkezik. Tehát azt hiszem, a máiknak van olyan üdvözletük, amit még nem kaptak meg. Vagy karácsonyi még nem érkezett meg. Postaladába későn került. És akkor konkrétan mikor kezded el ezt? November közepén, végén? December elején ezt már elkezdtem. Akkor kezdem ezt a projektet, szép lassan elkészítgetem az üdvözlőlapokat. Azokat is saját kézzel? Igen, saját kézzel készítem. De az ötlet egyébként onnan jött, hogy megkaptam otthon a fényképes fiókban egy karácsonyi üdvözletet, ami egy otthoni kompozíció volt, lefényképezve, és többszörösen előhívva, és valamikor anyuék ezt küldhették karácsonyi üdvözletként postán, és innen jött az ötlet nekem, hogy akkor ezt én is tovább viszem, és milyen vagány, hogy, mert manapság nagyon kevés postai levelet kapunk, és hogy elkezdtem ezt a hagyományt, nagyon sok barátom csatlakozott, és most már olyan jó érzés, amikor decemberben gyakrabban nyitogatom a postaládát, mert biztos, hogy kapok benne én is levelet. De jó. Honnan indult akkor ez? Mi volt ez az eredeti kép, amit Bella megtalált? Házasságunk elején, sőt, még korábban a férjem házasság előtt is foglalkozott amatőr szinten fotózással. És akkor ilyen-olyan kompozíciókat tényleg alkotott, otthoni dolgokból, lefotózta, előhívta, még fehér-fekete világban éltünk, képeslapot csinált, üdvözlőlapot csinált belőle, és azokat postára tettük, megírtuk, postára tettük, és azzal köszöntöttük a
főleg távol élő rokonokat. De jó. Ez most már akkor gondolom nincsen, ez félbe maradt. Most már igen, igen. Bella átvette hagyományt, ő... Ez a hagyomány legalább folytatódik, ez már biztosan. Igen, most már telefon, e-mail, ezekkel helyettesítettük ezeket. Az ajándék kérdése egyébként nehéz ügy, vagy mindig sikerül megtalálni azt, hogy kinek mi a legmegfelelőbb, vagy milyen ajándékokat szokott vásárolni a család egymásnak? Hát, amíg kisebbek voltak, addig könnyebb volt, ez az igazság. Igen. Most már egy picit nehezebb, sokszor már ötlet sincs, hogy meglepetés is legyen, hasznos is legyen, örüljenek is neki. A költségvetésbe is férjen bele. Szóval egyre nehezebb, de azért még mindig került olyan ajándékkal, megajándékozza az angyal őket, aminek tudta körülni, és hasznukra volt. Biztos, hogy nincs olyan karácsony, amikor nem kapunk könyvet ajándékba, uh-huh. és amikor nem kapunk, vagy ajándékozunk élményt egymásnak. Tehát ezek mindig ott vannak a fa alatt. Lehet úgy karácsonyozni, hogy valóban megélni az ünnepet, valóban ott lenni, és élni azt, ami van, és kizárni minden egyebet, és csak az ünnep van nekünk. Én hiszem azt, hogy lehet, és mi tudatosan törekszünk is erre, tehát karácsony estéjén nem kapcsoljuk be a tévét, félretesszük a telefonokat, apró kis meleg fények égnek, gyertyát gyújtunk, és ott vagyunk együtt, tehát ennél több nem kell ahhoz, hogy meg tudjuk élni igazán, és én hiszem azt, hogy a csoda létezik, hogyha elhiszük. Erzsébet? Igen, én is így érzem, és én ennek az egész megélésnek a legjobban a templomba tudom átélni azt az egy, másfél, vagy akár két órát, amennyit karácsony első napján a templomban eltöltünk, én akkor teljesen át tudom adni magam az ünnepnek. És ez nem maradhat ki. Ez nem maradhat ki. Ez is mamától jön, gyermekkorból? Igen. Mama sajnos most már, ő kimaradt 20. ebből, ő, tehát mi, a mi családunk, a lányokkal megyünk a templomba, mert az ebéd elkészítése is, hogy az perfekt minden legyen, tökéletes legyen, meleg legyen, ehhez mama karácsony első napján otthon marad. Ha úgy adódik, akkor ő elmegy karácsony másodnapján a templomba, amikor már nincs ott körülötte a nagy család. Igen, de gondolom, hogy ez az előző években meg folyamatosan megvolt, hogy karácsony, így, akkor... Igen. Ez így van. Kisgyerekkorunkban akkor ugye ünnepély volt a templomba. Uh-huh. Nem csak az úrvacsorai osztási istentisztelet, hanem azon kívül, hát akkor Jézus, mondhatom, Jézus. Hogy háromszor ennyi gyerek volt a faluban, mint most. Na és ott minden gyerek külön verset mondott, külön csomagot kapott a karácsonyfa mellett a templomba. Visszaemlékszem azokra a karácsonyokra, amikor annyira nehéz helyzetben volt, gondolom, az egyház, akkor úgy gyerekfejjel fel se fogtuk, hogy ez most miért van így, vagy miért történik. Utcákra voltunk beosztva, és eljártunk házról házra azokhoz a családokhoz, ahol gyerekek voltak, és a szülő befizette azt a csomag értékét, amit majd a gyereke megkapott a templomba. És olyan is volt, emlékszem, hogy nem pénzt adtak, hanem csuporral kimérték a kristálycukrot, csuporral kimérték, és abból egységesen meg volt főzve a szaloncukor, és az volt benne többek között abba a karácsonyi ajándékcsomagba, amit a templomba megkaptunk. Jutalomul, a versmondásért, meg hogy a templomba is járt az angyal. Azért ennek is van egy szépsége. Igen, igen, de mondom, hogy akkor úgy gyerekként fel se fogtam, hogy miért adják nekünk csuporral a cukrot. Most már úgy tudatosult bennem, egyéb, hogy... Nem volt egyéb, és igen, valamivel és pénz sem volt annyira, hogy tehát ezzel tudták helyettesíteni, hogy mégis valami legyen abba az ajándéktasakban. Ajándékozás, adni valamit a szeretteinknek, ez a karácsony köré épül, és én most így utolsó kérdésként azt szeretném kérdezni, hogyha valamit adhatnának, kívánhatnának az unokának, a lányának, akkor
ha bármi lehetne ez, akkor mit kívánna Eliza néni? Legfontosabb és legelsősorban egészséget. Egészséget és egyetértést, mert most öreg fejjel érzem, hogy mit jelent, mikor az embernek az egészsége megbomlik. Akkor nincs öröm, nincs, ülhet minden, mert nem kell. De ha van egészség, akkor van szeretet, van egyetértés, és van öröm. Hát egyéb nem kell egy nagyszülőnek, mikor lássa, hogy a gyerekei, az unokái boldogak, és meg vannak elégedve a sorsukkal, így mondjam. Uh-huh. Egyebet nem tudok. És nekünk is egészséget is. Öregekül. Mindig azt mondom, hát hogy a jó Isten csak ennyi egészséget adjon, mint most amennyi van, és akkor valahogy még lesz egy pár év, de olyan sokra már nem tudunk számítani. A kor már nagyon halad előre velünk, sajnos. És mit csináljunk? Ez van. Hát ami van, azt mindenképpen egészségesen és jókedvűen, örömmel kell megélni. Így van, drága. Tőletek is ezt szeretném kérdezni. Bella, te mit kívánnál édesanyádnak, nagymamádnak, hogyha bármi lehetne, amit? Én azt kívánnám nem csak nekik, hanem mindenkinek, hogy tanuljuk meg először csak várni a fényt, és aztán beengedni. Nagyon fontos. És Erzsébet, lányának? És nem csak beengedni azt a fényt, hanem megélni is annak a varázsát. És átélni azt a fényt. No, hát köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltak, és megosztották velem ezt az élményt, hogy hogyan is ünnepli három generáció a karácsonyát. Áldott ünnepet kívánok, és hát jó istvánozást, mert még az is hátra van, és szép estét a Szentestéhez, meg a karácsonyt tényleg szívből, mélyről jövően megünnepelni. Köszönjük szépen. Áldott karácsonyt kívánunk mi is mindenkinek. Egész emberiségnek. Egészséges békességet. Köszönjük szépen. És kedves nézőink, önöknek is áldott karácsonyt kívánok. Jövő pénteken ismét fogunk találkozni. A viszontlátásra.